A török-kanizsai római katolikus templom területén két szakaszban folytak a felújítási munkálatok, melyeket tavaly decemberben kezdtek meg. Az első szakasz az körülbelül január vége, ez év január vége felé fejeződött be. Rögtön utána elkezdték a második szakasznak a tetőszerkezetnek a kicserélését, a teljes komplet szerkezet, a tetőszerkezetnek a kicserélése, tehát a porokfák, cseréplét, cserép kicserélése, valamint modern OSB vízálló anyagokat építettek be a tetőszerkezetben. Török-Kanizsa község önkormányzata a munkálatok költségéhez 600 ezer dinárral járult hozzá. Sóti János atya szerint már nagy szükség volt a tatarozásra. Hát amikor idejöttem, két évvel ezelőtt a tetőszerkezet mindjárt látszott, hogy nagyon rossz állapotban van. Olyan értelemben, hogy kicsit nagyobb szél volt, vagy vihar, akkor mindjárt elmozdította a cserepeket, egyes cserepek már rosszak is voltak, és azokat nagyon kellett cserélni, ugyanis nagyon gyakran beázott a tető. Bár lassan befejeződnek a felújítási munkálatok, a parókja területén még bőven van mit javítani. Az önkormányzat képviselői bíznak benne, hogy a továbbiakban is támogatni tudják az egyházközösséget.